Hát hello, hello, üdvözlet mindenkinek! Ebben a videóban az Elef Android 17-et fogom bemutatni, még mielőtt bármit mondanátok az equipmentjeimről. Egyáltalán nem optimálisak, szóval légy szíves, még csak véletlenül se próbáljátok lekoppintani ezeket az equipmenteket, annak reményében, hogy én valami felsőrendű tudással rendelkezem, mert csak rájuk dobtam, amin van. Egy Universe Survival Saga teambe fogjuk használni, mert vagy ott, vagy az Android teamben érzi magát a legjobban. Viszont Androidom az hoppá, lekapcsolódtam. Hoppá, milyen szép hátterem van, ugye? Android teamem nem igazán van, és Universe Survival Saga is csak úgy, ahogy... Na de ugorjunk is be a meccsbe. Android 17-ről vagy C17-ről, ahogy neked kényelmesebb, jó tudni, hogy bár Bless karakterként van számon tartva, mint típus, de ő valójában egy support karakter, és a legjobb support karakter a játékban. Minden team, amiben benne van, olyan, mint egy ragasztó konkrétan. Az egész teamet összerakja. Hihetetlen, hogy mennyire jó karakter csináltak ebből. Ajaj. És ő az első számú Vegito Blue Counter játékban. Azért, mert extra sebzése van Fusion Warrior ellen. Egy. Ezt most el fog találni. Egy. Másrészt nagyon sok passzív képessége van, ami Vegito Blue-nak nagyon keresztbe tud tenni. És sikeresen feltöltöttem a gauge-et, ami azt jelenti, hogy most már Android 17 maximum sebzésen működik. A viszontlátás. Remélem Ultra Vegito Blue-t meghal, mert nem szeretnék ellene lenni. Jó, király. Akkor konkrétan talán most már meg is nyertük a meccset, mert Vegito volt itt a fő probléma. Annak tökre örülnénk, hogyha már első meccsbe tudnánk legendary finishelni egyet. Ouch. Egyszerűs, ne legyen special move-ot. Jó, switchelünk. Ha? Mi lesz? Mit fogsz tenni? Valamiért mindig ugyanakkor sidesteppel, amit nem tudok hova tenni. Jaj, Vegito nem kap keyt! Miért nem kapsz keyt? Most már nem sidesteppelt ugyanakkor, mi folyik itt? Ja, talán harassal akkor hagyom Gokut revivalni. Bedobhattam volna 17-et, mert neki van endurance, szóval ugyanúgy túléli a rush, de szeretném azt az ultra ösztön Gokut látni. Egyértelműen Android 17-nek Goku Freeza lenne a legjobb társa, szóval itt nem igazán van az optimális címében. Oké, ez egy meghat? Na. Talán, ha nem forfétel. Hey, első meccs, megvan a legendary finish. Yare. Nan toka natta na. Szegény kettő csillagos Ultra Sengoku, amit nem fogja magát túl jól érezni. Ha
Átválunk egy kicsit, mert bármikor beszwitcheleti a vegetóját, most be is fogja valószínűleg. Nem? Basszus! Szép switch! Túl járt az eszemen. De nem baj. Android 17... Miért droppolta a kombót? Mi? Oké, nem tudom eldönteni, hogy... Csak... Az én eszemben akar túljárni, vagy csak szimplán... Nem tudja, hogy kell játszani. Mindegy. A valószínűleg van már rush, igen, szóval... Jöhet a revive. De annyira nem bánom. A Ultra Sengokunak ez a blue formája még revive előtt annyira nem hasznos. És hát lehet, hogy hasznos lenne, a magasabb csillaggal lenne, de nincs meg, szóval nekem nem hasznos. Jobban szeretem, amikor egy át van változva. És így legalább már a rush miatt sem kell aggódnom. Oha! Ne haragudj, de mit láttam én itt? Droppoljam a kombót? Droppolom. Ez most bejött. De nagyon... Húha. De nagyon zűrös drop kombó volt ez. Jó, kicsit bennmaradok. Jöhet a 17-em. Ne! Ouch, oké, okay, most már van cover change nullification-ja, szóval... Uha! Oké, okay. Hú! És rassalok, mert jön a Gogeta Blue-ja. Nem jön. Hagyja meghalni. Miért hagyja? Miért hagyod a Vegitódot meghalni? Ezzel nem értek egyet. De te tudod? Megnyomjuk a Main Ability, gyorsan kapunk még ilyen kivédős gauge-et ezzel. Ez így. Nem túl kellemes. Ez így nem túl kellemes. Hey, ne, a franc egye meg, hogy ennyi rohadt... green cardja van ebbe a teambe. Kérdőjel. Jó van. Megöljük gyorsan. Visszakaptuk a Vanish-t. Vagy a Vanish-et. Ahogy a magyar nyelv engedélyezi. És megint van egy green kártya. Mi van, hogy le volt akciózva a green card, hogy ennyit van? Hát, menj már haza magadnak. Nem.
Nem. Ez az ember egy nagyon magas rangú ember is. Sokkal jobb teamje van, mint nekem. Szóval... nem fűzök túl sok reményt a nyeréshez. Micsoda szín ellensebzés, látjátok ezt? Szép. Azt hittem tekelelni fog, de... de nem tekelelt. Itt jön az 1v3, srácok, nyugalom, megoldom. Minden az irányításom alatt van, oké? Okay? Nyugalom. Esküszöm, nem felejtettem el felvenni a záró gondolataimat, és raktam fel a telefonomat töltőre. Mindegy, és így legalább kicsit valamivel családbarátabb, autentikusabb érzést tudok átadni. Most farkas szemet fogunk nézni, mint férfi a férfivel. Hogyha nem vagy férfi, akkor mostantól az vagy, ezt már én eldöntöttem magamban, ez így működik, sajnálom. Szóval mi a záró gondolataim Android 17-ről? Szerintem az egyik legjobb játék. Legjobb játék a karakterben? Ez így nem helyes. Legjobb karakter a játékban? Top 10 karakternek simán meg el tudnám mondani. Lehet még top 5 is. Top 3 is? Legtöbb ember top 3-nak mondja. Szerintem csak top 5, de ezt emberre válogatja. Igen, a két legfontosabb dolga az az, hogy ultravegító blue-t elzárja. Konkrétan nem tud mit csinálni ultravegító blue, hogyha elég magas csillagon van ez a karakter neked, és jól játszod a lapjaidat. És ami talán a legnagyobb vonzerő lehet a legtöbb embernek, hogy ha majd kijön egy ultra ösztöngoku, egy ultra ösztöngoku, ő lesz a legjobb partnere. Vele tudod majd abból a karakterből a legtöbbet kihozni. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, ír valami okosat a komment szekcióba, csatlakozz a Discord szerverhez, és vigyázz magadra!